A videót a notebook.hu támogatta. Na hát srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, hello! Itt vagyunk a következő House Flipper videónkban, és amint látsátok, kicsit laggol a játék, miért ne laggolna? Ott fejeztük be, hogy kész van ez az alsó szint, ugye ide csináltunk egy szobát, illetve itt a fürdő, ami megmaradt úgy, ahogy van, de most mi a laggol, Itt meg már nem. Szóval ezeket megcsináltuk, úgyhogy ezt most hagyjuk is. Ez készen van. Ebben a részben, ebben itt ezt a nappali részt, illetve a konyha részt meg fogjuk csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal kezdjük, hogy a padlót azt feltakarítjuk szépen, ugyanis szerintem a padlót azt mi nem fogjuk um, csesztetni. Hát itt a fürdőt is akkor már. Um, jó az úgy, ahogy van, nem is az a lényeg, hogy a padló legyen szép, hanem hogy alapvetően a többi. Na most, ugye itt jövünk be, ezt éppen csukjuk be, arra gondoltam, hogy ez, amit... Opa, 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 válja, 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 a takarítás. ezt le fogjuk szépen festeni, hát ez így most gyönyörű lett, amit csináltunk. Ó, hallod itt mennyi mindent kell csinálni, már látom, hallod itt. Vakolni kell meg minden. Na, de az lesz a lényeg, hogy szépen mindent megcsinálunk itt. Üm, viszont mindenek előtt el szeretném mondani, hogy most, srácok, október 30-án Csepelen, a Csepel plázában fogunk Istvánnal dedikálni. Üm, ingyenes nyilván a belépés, Üm, az esemény linkjét megtaláljátok a leírásban, ahol további infókat találtok, hogy mikor pontosan. Úgyhogy október 30, ha jól tudom, az még őssziszünet, úgyhogy tudtok jönni. Ja meg új póló van a shopban, annak a linkét is leteszem ide. Csekkoljátok meg. Na, színekből ugye mit kéne? Ugye első körben is el kéne dönteni, hogy mihol legyen. Én azt gondolom, hogy valahol itt lesz, a, itt lesz egy ö, nagy fotel, hogy ugye a TV az valahova ide rákerül, ha már ez itt van, és akkor onnan fullosan lehet nézni, alá egy kandalló, azt szevasztok. Ö, ezen kívül, Ugye itt kéne akkor a konyha szigetnek lenni, egy kis ilyen kis étkezővel, stb. Ez így mind elfér. Szerintem alapból ezt kéne kezdenünk, hogy kitaláljuk, hogy milyen festék legyen. Nem is tudom, milyen festék kéne, srácok. Azt mondja, hogy kiegész... Jaj, most voltam tüdőszűrön, hallod? Tök úgy érzem, hogy a Csernobyl sorozat után, hogy most sugárkezelt vagyok. Ami valahol igaz is. Na! Oké, okay. fal, erdőpermet. Mit szólnátok hozzá? Uh, hát, várjál, festékeket nézzünk csak. Csináljunk valami egészen beteget, amit eddig még nem csináltunk? Figyelj, megnézzük ezt. Uh, hát ennek jó hülye színe van, hallod? Várjál csak, fessünk vele egyet. Jó. Jó lesz ez, srácok. Nem tudom, hogy milyen lesz. Megnézzük, mit szóltok. És ennél egyes sötétebb szín is kéne. Ugye? Tehát, hogy... Ö... Vagy világosabb? Oké, ez ilyen. És akkor kéne valami átmenet. Mert ez így túl izé. Hajnali sárga. Halvány citrom, az a mostani. Milyen ez a hajnali sárga? Ez picit uh, még világosabb, ez ilyen greenscreen szoba lesz, hallod? Vagy hát, igazából annyira nem jön át a különbség, ugye? Mondjuk lehet, nem baj, hogy nem jön át, nem? Valahol pont ez a lényege, hogy uh, annyira ne látszódjon a különbség, de mégis van, és uh, lehet, hogy itt így nem látszik, viszont alapvetően ez fog látszódni. Úgyhogy szerintem ezt a vonalat kéne itt követni, mit szóltok? Nekem egyébként tetszik. Nem mondom, hogy... Jaj! Szóval nem mondom, hogy ilyet csináltatnék a saját házamba, de... De mivel ez nem a saját házam, hanem eladásra csináljuk, ezért ilyenekkel szerintem simán lehet kísérletezni. Mert ugye mindig azt csináljuk, hogy megcsináljuk egy szírre, a szevasz, és soha nem teszünk bele valami kis fantáziát. Mit tudom én, jó, akkor ez barna, és ne, csináljunk valami egészen elképesztőt, amit eddig még nem. Úgyhogy ez lesz az. Úram, de utálom ezeket a részeket festeni itt. Az előző részt egyébként meg tudjátok nézni, a csatornán találtok egy olyan lejátszási listát, hogy... Um, hogy is van pontos a House Flipper, és akkor az előző részt, amiben az alsó szintet csináltuk meg, azt ott meg tudjátok nézni. Na figyelj, eddig csináljuk így meg. Úgy né, úgy bizony, és akkor ezt a szélét is itt. Nehogy véletlen úgy maradjon. Azt is, azt is. Azt is. Na! permet, srácok. Ilyet se csináltunk még soha. Hogyan leszünk egyébként? Azt mondja, hogy ezzel szembeni, tehát ez a fal, ez ugyanilyen lesz. Hát sok minden nem maradt. Na, és akkor lenyomjuk ezt a falat gyorsan. Na, hát egyelőre akkor így nézünk ki. Nem szép, de csunya. Ugye ezt itt meg kellene csinálni, gyorsan ezt le kell uh, glettelni. Uh, anélkül ugye. Hogy van itt a. Ja Istenem, hogy van itt a glett? Vagy gips Gipsz vödör, jó van. Na tehát, hogy ezeket itt meg kell gipszügetni. Vakolásra váltás. Oké, okay, és akkor ugye ezt. Igen. Illetve. Ezt így. Na és akkor most már ezt is szépen még itt uh, le lehet festeni. Uh, ez szépen gyorsan, szép tiszta ház. Na, látjátok miket szólnak hozzá? Oké. Okay. Egyébként nem lesz ez csúnya, mármint hogy, uh, hogyha találunk hozzá jó bútorokat, akkor, akkor nem lesz egy rossz cucc. Na mi van, nincs több festék? Ebben nincs. Jó, um, Szóval nem lesz szerintem annyira csúnya. Nem mondom, hogy életem legszebb háza lesz ez, de, de szerintem ez bőven el fog itt menni. Nem akarom mindig ugyanazokat, tudjátok, úgyhogy most azért van egy kicsit változatosság. Kinyitottam egy ilyen képességet, hogy kevesebb festéket használjak. És ez eléggé jó. Úgyhogy tudom ajánlani. Na, ezzel itt középen mi a jó Isten legyen. Ezt beburkoljuk valami mással. Mit szólnátok valami panelhez? Valamilyen fali cuccal, vagy köves cuccal? Legyen köves, mert ugye ott lesz egy izé. Um, itt lesz egy uh, mi a neve? Nem ez. Várj, mivel kell? Mert tök elfelejtettem már uh, Csak így simán, nem. Basszus, azt mondja, takarítás. Ö, nem emlékszem már, hallod? Nem így, ennyi. Nem. Ö, ez? Aha, jó. Akkor mégiscsak ezzel kellett. Szóval, hogy ö, itt ugye lesz egy kandalló, meg egy tévé, tehát le lehet, hogy jól fog így mutatni. Aztán, ha nem, akkor meg majd majd átf átfestjük valamire. Hát ez még ez a, ez, a, ez a ház, még ez nagyon olyan, hogy. Majd meglátjuk, mert itt tényleg kísérletezünk. Jó, de nézd meg ilyenre. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire fog hozzá menni. Ugye? Na jó, akkor én azt gondolom, hogy kicsit főnyaljuk itt a dolgokat. Hogyha nincsen semmi. Igen, itt is, ott is, amott is. És akkor ezeket a festékeket, amelyik uh, kidobásra vár, azokat kidobjuk. Ezt a kettőt viszont... Szépen megemeljük, mert majd jövünk itt tovább, úgyis ígyni, úgyni, oda tesszük, a gipszet is oda tesszük, jó, és még eztet is. Hát, ahogyha valamire ezt tudjuk máshol is használni. Na most, akkor én azt gondolom, hogy kezdjük magával a konyhával, ami kb. ugye itt lesz, úgyhogy nézzünk akkor bútorzatot ehhez. Azt mondja, hogy ö, konyha. Ó, igen, van fehér. Hát talán a fehér lesz az ideillő abból a szempontból. Ha már van ilyen is. Ezek újak? Nem tudném, de talán újak. Ez a fehér, ez meg... Hát, de az nagyon fehér, ugye? Az, az... Hát, várjál, nézzük meg. Figyelj, leteszünk egy... Ö, egy ilyet. Ó, oh, de szépen át lehet színezni. Hát, ja csak tudja a pöcsö... Ó, oh. na jó, a fehéret azt elengedjük. Akkor viszont, nézzük csak meg itt ezeket. Van ilyen egybe, de szerintem színben nagyon nem klappol. Um, ennek a színét, és persze ez is választható. Hallod, ez mondjuk lehet, hogy menne ide um, egészen más színben. Sötétes? Hát, jó, ennyire nem. Aha, oda nézzé. Igen, dekoráció. Ezen mondjuk lenne fehér. Nem, az úgy gagyi. Ilyen? Mit szóltok valami ilyesmihez? Ö, hát, ugye ehhez kéne az, hogy találjunk hozzá különböző bútorzatot. De lehet megpróbálkoznék egy ilyennel. Aha! Nem mondom, hogy a legszebb, de figyelj, nagyjából. Ó, de basszus, de hülye vagyok, hát ide nem tudjuk tenni. Az a baj, ablakot ugye nem tudunk kiszedni. Ó, a rohadt életbe! A rohadt életbe, srácok! Jó, akkor ez itt el van felejtve. Olyan kell, aminek nincs teteje. Olyan bútorzat. Mondjuk ez a modern, ez, ez, ez lehet, hogy jobb is. Ugye? Viszont ebből milyen szín? Ez a színféle? ah, hát ez nagyon nem ment oda. Ö, bocsánat a mentő hangér a háttérben. Valami ilyesmi esetleg? Nagyon nehéz ehhez a színhez jó bútorzatot találni. De valami ilyen? Maybe? Aha, ebből fehér. Mosogató maga az. Hát, ilyen szürke... Jaj, de miért, miért így lehet ezt forgatni? Olyan idiótaság, nézd meg! Hát most hova forgatom már? Valahogy vissza akarom, jó. Így. Oké, okay, munkalap. Az ugye akkor maradjon fehér, vagy ilyen akril. De ez ugyanolyan te. Azt nem is ilyen mintázottnak mutatja. Fehér, vagy ilyen havas. Aha, értem. Na várjatok, letesszük. És már valamit lássunk. Hát... Nem mondom, hogy rossz. Jó, szerintem maradjon ez, ne variáljunk, mert, mert igazából szerintem túl gondolom én ezt. Oké, okay, akkor egy ilyet mindjárt teszünk, csak kéne egy gáztűzhely. Vagy hát valami olyasmi. Azt mondja... Hol vannak azok? Műszaki, elektronikus... Elektronikosság. Még mindig egy darab van csak. Azt hittem már fejlesztették ezt. Mondjuk lehetne tenni izét is. Várjál csak, hoppá van. Mit láttam én itt? Ja nem, ez tévé. Azt hittem, uh, mi a pöcsön. Tudjátok, uh, azt hittem, hogy... Um, Rezsó. Gáztűzhely. Hát! Nincs mit tenni, srácok. Akkor ilyen, csak ez annyira... Uh. Miért nem lehet beletenni újakat most már? Kicsit unalmasak ezek, nem? Meg nem is szép itt, nem kell ez ide. Ö, hogy, hogy adom el? Elad. Akkor muszáj. Hátjátok, kicsit azért úgy. Már egy kicsit tényleg fejleszthetnének ezen, mert ez az egy-egy ilyen álló van, vagy hogy mondjam. És azért ez lassan kezd már. Ö, hát kevés kell lenni. Na most ez így itt van, azt jó van. De nem túl szép. Így. De hát mit lehet tenni? Oké, okay, Fölé mindenképpen akkor teszünk. Oha, micsoda kis hűtőszekrények vannak, hallod? Teszünk fölé olyat, amit nincs. Hanem a konyhánál lesz gondolom az elszívó. Amiből, hát ez illik ide. Az a nagy problém. Mennyire tegyük ezt fel? Így nagyjából? Meg, meg szembe kéne rakni. Oké. Okay. Hát figyelj. Ezt tudjuk így csinálni. Aztán úgy néz ki, ahogy kinéz, esetleg, hogy nagyon ilyen gagyin néz ki, hogy csak úgy ott lóg idézőjelben. Azt tudjuk csinálni, hogy teszünk oda egy hűtőt, ide tesszük a hűtőt mellé, amit természetesen nem tudunk olyan könnyen megtenni. Na, na nézzük csak. Miért nem tudom én? Aha, meg kell tenni. Hát de ez így pont mondjuk jó ez. És akkor legalább nem néz ki olyan csofattul az egész. Nem mondom, hogy így olyan nagyon szép lenne, de hát ez van. Kuka, akkor szemetes. Hát figyelj, ezt majd akkor én azt gondolom. Na. Oké, okay, akkor van mosogató, van hűtő, van gáz. Akkor kéne ide valami Asztal, ugye? Ami úgy. Ö, nem is asztal, egy pult kéne, a munkapult, de nem nagyon láttam olyat, mindegy, veszünk egy ilyen kukát is ide, az legyen itt, hello. Ahogy oh, né. És akkor valami munkapult. Ö, majdnem beírtam, hogy munkapult, nyilván nem adnak is semmit. Azt mondja, hogy konyha, és akkor itt kéne nézelődni, bútorok szerint. Öööö... csak... Pf... nem, jó, igen, ez volt problémám én, nekem már. Bárpult, beírjuk, bár... Bár cég, bársonyos, bár baszki. Akkor a bútoroknál... Igen, és akkor asztal. Hát azt tudjuk, a többi az ugye teljesen hülyeség. Látjátok, nagyon kevés dolog van. Esetleg, tényleg egy ilyen... Nézzük meg ez mekkora. á csak ez most mi? Ez rohadt gagyi. Hát de most mit lehet tenni baszki? Nagyjából semmit. Ez így, itt van a szevasztok. Ugye? Mondjuk ez megy a, megy a izéhoz. Nagyjából annyiból jó, de amúgy meg... Oké, okay, székek. Ugye tudom, hogy színeket lehetett volna még választani, de mit? Tényleg mit kellett volna választani. Ö, székek közül milyen legyen? Valami egyszerűbb kéne. Bár szék van, de bárpultot én nem találtam. Ha van bárpult, szóljatok. De most nem fogom megnézegetni egyesével. Ö, legyen fehér, legyen fehér, az még így nagyjából menne is ide. Nem is teszünk sokat, mert mindig túl sokat teszek. Most. Ö, most csak, most csak egyesével veszünk, már mint hogy ö, négy darabot. Oké. Okay. Nem kell ide több. Minek? Betoljuk szépen. Úgy, né? És akkor még ide egyet. Amúgy így annyira nem rossz a hely. Csak hát nem tudom. Azért ültem volna, hogyha jobban meg lehet ezt oldani. Várjál, csak ezt bejebb toljuk. Jó van. Oké, okay. akkor, 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 akkor dekorációt kéne néznünk az asztalra valami kis gyümölcs. Várja, van olyan, hogy gyümölcs kosár? Gyümöl... Dehogy van? Dehogy... De... Ne bóckodjál, Patrik. Akkor egy pöcsön vázát teszünk oda, vagy mit? Képek, vázák. Azt ez... de mekkora? Jó, akkor nem teszünk oda most semmit. Hát. látjátok, srácok. Na jó, akkor ez így egyelőre okés. Nyugodtan írjatok tippeket ám, hogyha van, hogy mit, hogy látnátok ti jobban, mert. Az a baj, hogy, hogy cuccokat már ugye annyira kimaxoltuk, mindent használtunk nagyjából, és így. Kicsit. úramatján atyám, mekkora ez a tévétel. Oké, akkor ezt meg kell nagyobbítanunk, hogy elférjen. Azt szóval, mondja, hogy egy egy kockányit kell még ide tenni. Kockányit egy ilyen izét kell még ide tenni. Bocsánat, de tényleg kicsit ilyen kacsmargósnak érzem magam. Nyilván nincs ilyen szó, de ennek érzem magam. Oké. Okay. Talán így ugye el fog most már férni a tévé. És akkor ugye nyilván elfér a izé is. A... Látjátok, hogy kellett ez egyébként? Um, kandalló is. Ami azért fullos. Mi van, így se férsz? -e? Ó, te! Há' hallod még egyet? Lassan más se lehet ott férni. Na, várjál. Letesszük és megnézzük most már. Oké, okay, tévé. Jó, most már el fog férni. Oké, okay, így fogjuk feltenni. Ó, oh, az itt azért eléggé menci lesz. Menci-manci, ugye? Nem ütünk sehova semmit. Maszki! Bocsánat csak. Eladtam véletlen. Na. Kicsit az agyamra ment ez most. Ránéztem azért, hogy a felvételt is elindítottam, mert nem csak magamba beszélek itt már. Jó sok ideje. Nektek nem olyan sok, mert össze van vágva. Jó. Nagyon jó. Na nézzünk akkor kandallót. Ö, az nem is tudom, hogy hol van. Kandalló. Kan kandall. Ö, ú, ide ilyen. Ilyesmi kéne. Ilyet még nem is tettünk le. Még akár színben is tud passzolni. Aha. Persze, ezt kösz. Na, várjatok. Ezt. Feljebb. Ú, uh, micsoda beépítése van, hallod? És mi van, ezt miért nem lehet rátenni? Hallod? Ha ne szívass már le! De... Azt ez az így mi? Ez mi a pöcsömlika? Ha nézd már meg! Így kéne, hogy legyen! Várjál, nem is ér hozzá! Figyelj csak! Égőstű minden estűmi szarrébb. Nézzük meg a többit. A többi is ilyen. Nem, mert nézd meg, azt szépen be lehet állítani, ez egy szar. Kérem szépen. Jó, akkor viszont, ha ezt be lehet, akkor kicsit jön. Fúj. De undorító színei vannak, hallod? Na várjál csak. Hát, Betyáros lesz, az biztos. De nézzük csak meg. Ez elég gondolító. Mindegy, ez van. Mondjuk jobb is, hogy nem olvad bele a színekbe. Oké, okay, középpen van. TV lejjebb szépen, hadd süljön meg. Ott van, lesztek. Hello. Na, így az már pofás. Meg amúgy most már, most már tök megszoktam ezeket a színeket, nem? Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Tévét is elindítjuk. Oda néz. The fillér. Nesze neked. Ott a House flipper, Garden Flipper. Azt a mindenit. Ez mi akar lenni? Ez Netflix. Ezen frissítettek. Oké. Okay. Na, hát akkor egy kanapét kéne ide szerválni. Bútor. Szófák, ugye? Ö, jó nagy kéne ide, el ide, is férne. Aha, még ó, ó, de mindent lehet itt változtatni. Ehhez mit szóltok? Mert ez túl világos, nem? Hát! Figyelj! Ide tesszük így. Ó, ez lakályos, he! Hát nincs ezzel baj. Oda nézzé! Teljesen jó, hát én itt simán. Ide leülnék, azt nézném. Oké, ez szerintem ez jó. Mit szóltok hozzá, srácok? Dohányzó asztal? Ugye az kell, mert hogy arra pakoljuk mindig a távirányítót. És akkor hasonló színűt kéne keresni. Ez az lehet? Ez mondjuk nem rossz színben. Az a büdös nagy helyzet. Így is van. Oda nézzé. Bang. Uhó, de világos. Na figyelj, ide. Azt mondja. Távirányító. Távirányító. Ott is van. Bang. Ne arra nézzen a távirányító. Másik irányba nézzen a távirányító. Ott. Na mit akartok? Na mit akartok? Egész pofás. Ide mit kéne tenni? Sok minden nem lehet, mert itt egy ajtó. Mit kéne ide tenni, srácok? Mik vannak körül? Nappali? Nyilván nincs olyan, hogy nappali. Tehát, hogy... Um, 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 emlékeztető. Micsoda a videójáték nap. Srácok! Gamer szobát fogunk építeni gamer szobát fogunk építeni. Halloween szobát is fogunk építeni. Apák napja szobát is fogunk építeni. <laughs> Na várjatok csak, karácsonyfát. Hát de még nincs karácsony. Oda oh, teszem én, én ilyen napot lesz. Dekoráció, nem jó. Fűdőszoba, lámpák, berendezések. Ajtót, ablakot, bezárt ajtót, ablakot. Um, deszka, oda nézzé, van itt minden. Mint a búcsúba. Ez mi a jó istenem. Kétszintes konyhai szárító. Beszarsz neki, azért sok mindenbe került. Én meg itt már lehurrogtam, mikor hallod? Dekoráció, ja ott már voltunk. Survivor, ott ugyanazok maradtak. Hát, talán oda is egy-két dolog került be, de nem tudom. Fürdőszoba, nincs egy szoba, baszki. Mm. Padló, bútor. Fotel. Mondjuk egy fullos fotel. Jaj, de adnám. Polc. Öhm. Hát arra lehet pakolni. Kérdés, hogy kell -e ide ilyen? Hát mondjuk mit tennél ide, nem? Van jobb ötletetek, írjátok le, de ez a szín ez, ez nem adja ez nagyon nem volt jó. Hát akkor ilyennek kell lennie. Ez az egy ide. Bang! Ott van. Arra már lehet pakolni, srácok. Na mit szóltok? Egyelőre. Tegyünk egy kis világítást is. Megnézzük, hogy milyen lesz a fény genyó. Na várjatok csak. Lámpák. Ö -ö -ö -ö. Milyen lámpa kéne ide? A szokásos van ugye, Mennyezetlámpa. lámpa, csík? Hallod? Csík? Oda nézzé. Azt ez mi? Ez így a nagy mennyezet lámpa, mit tud ez? Mondjuk nem rossz ide, nem? Ebből kéne még egy? Ide teszünk egyet, így? Az bevilágított teret. Meg teszünk még egyet. Mondjuk így túl közel van egymáshoz. Kicsit arrébb. Na mit szóltok így? Mondjuk így nem is olyan rossz. Oké, okay, ide meg egy ágy, egy egy, 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 egy egy ilyen állót tudok elképzelni, mert ugye tévé van, izé van. Akkor... Megemelt cső, hallod? Egy ilyen fekete. Ami megy ugye az itteni idélhez. Oda nézzé. Ezt az, hogy indítom be? Várjál csak, ezt lekapcsoljuk. Hát nem be. Ja, ho! Hú, ha? Hát mondom, hogy legszebb. Várjál csak, ez, ez, ez mi van akkor, hogyha ezt eladjuk innen a rágba? És. Ilyen nevesszük-e? Na így. Figyelj, hát ez ugyanolyan szarszínű. De megy ehhez! Kész! Srácok! Mit szóltok? Mondjatok erre itt valamit, ide még kerülhetnek cumók, de alapjaiban így nézne ez itt ki. Más, mint amiket szoktunk csinálni, de szerintem nem rossz. Úgyhogy innen folytassuk a következő részben. Hogyha tetszett, akkor egy likét nyomjatok reája. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek, ha szeretnétek, iratkozzatok fel, dedikálást ne felejtsétek el! Jók legyetek, hello, hello, szevasztok! Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and double Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.